Szevasztok! 1996-ban kétszer is az Apollo mozi széksoraiban ülve találtam magam, tátott szájjal, teljesen a vásznon látottak hatása alá kerülve. A második alkalommal a Függetlenség napja című piramidális UFO invázió története gyűrt maga alá hetekre. De valamivel korábban egy másik blockbustert, a Twistert is volt szerencsém megtekinteni, és a film teljesen lenyűgözött. A film alapötlete Anne Mary Martin színész forgatókönyvírótól származik, aki egy magukat viharvadásznak nevező csoportot bemutató dokumentumfilmet látva kapta az ihletet, és ötletét felvázolt a férjének, egy bizonyos Michael Crichtonnak, akinek nem kisebb műveket köszönhetünk, mint az Andromeda törzs, a Jurassic Park vagy éppen a Vészhelyzet sorozat. Crichtonnak tetszett a tornádós ötlet, de túlontúl vizuális témának találta ahhoz, hogy könyv formájában lásson napvilágot, így vetődött fel a film ötlete, és a forgatókönyv első verzióját egy bizonyos Steven Spielbergnek mutatta meg. Ezt komolyan gondolja? Igen. Persze, ez itt nincs kőbevésve. Nyitott vagyok javaslatokra. Azt mondta, ez egy komoly film, nagy szívvel. Mikor? Mikor bejött ide? Jól van. Folytassa. Ez nem az. A rendezést Jan de Bontra, a vizuális effekteket pedig az ILM nevű Lucas cégre bízták, amely a Terminátor 2 és a Jurassic Park látvány trükkjeivel már bizonyított. A két főszerepet a 2017-ben elhunyt Bill Paxton és az akkor még feltörekvő, később Oscar díjig jutó Helen Hunt játsszák, a köztük lévő kiváló kémia pedig nagyban hozzájárult a film sikeréhez. Mert a film elképesztően sikeres lett, a Függetlenség napja mögött a második legnézettebb mozi lett az évben, és meg is szeretném mutatni, hogy mi volt ennek a hatalmas sikernek a titka. Mutasd! Említettem már a két főszereplő közötti kiváló dinamikát, és bár a mellékszereplők mind egydimenziósak, nem is beszélve a rossz fiúk, klisés csapatáról, összességében a színészi játékrendben van. Az alapfelállásból kibontható történetet nem egyszerű úgy tálalni, hogy a néző érdeklődése tartósan fennmaradjon, mivel alapvetően arról van szó, hogy néhány elmebeteg hippi, akiknek a kétharmada érdemi munkát nem is végez, naphosszat rohangál a vihar után. Ez tehát alapvetően egy autókkal gyorsan jobbra-balra menő, mellékutakra és gabonatáblákra újra és újra nagy meglepődéssel rátérő száguldozás jelent, és a magamfajta néző számára, aki az akciófilmek esetében is mindig az autós üldözéseknél veszíti el az érdeklődést, alapvetően nem kecsegtetne sok jóval a viharvadászok munkájának követését célul kitűző eseménysor. Both today and yesterday. Csak hogy a Twister valamiért mégis működik. Bill Paxton szerethető figuráját és Helen Hunt számomra alapvetően végletekig irritáló, de Billel mégis remekül rezonáló karakterét már említettem, nyilván ez a siker egyik kulcsa. De a valódi ütőkártya nem ebben rejlik. Még csak nem is a kicsit erőltetett, de a romantikus komédiákkal ellentétben nem 100%-ig hiteltelen szerelmi szála az, ami megteremti az érdeklődésre számottartó jelleget. Az, hogy a Twister tényleg egy magával ragadó, lebilincselő film lett, alapvetően két dolognak köszönhető véleményem szerint. Az egyik a kiváló ritmusérzék. Mint mondtam, két másodperc alatt unalom görcsöket kapnék, ha folyton csak száguldozó autókat és a vihar láttán aggódó tekinteteket kellene néznem a másfél órán át, és ezt a rendező is érezhette. A hangulat folyamatos zaklatottságot áraszt ugyan, de a viharvadászat nettó autózós kapkodását jó arányérzékkel adagolja és szakítja meg bár egyszerű, de érdekes és kibontható epizód sztorikkal, mint a tornádó mérő találmány prototípusának kudarcai és végül tökéletesedése, a klisés és végletekig egydimenziós ellenfélcsapattal való rivalizálás, Joe nénikéjének meglepően vállalható mellékszála és igen a szerelmi sztori evolúciója is. A folyton üldözendő és folyton romboló viharság így nem fordul unalomba, viszonylagosan fenntartható a néző elköteleződése és a teljesen extrém helyzetek ellenére is létre tud jönni némi azonosulhatóság a karakterekkel. A másik sikert garantáló tényező természetesen a látvány. Ha ezt a filmet a Sharknado vizuális világával valósították volna meg, a végeredmény menthetetlenül gusztustalanná vált volna. Az egészen kitűnő atmoszférát és látványvilágot két irányból támogatva teremtették meg, először is irgalmatlan erőfeszítéseket tettek a praktikus vizuális elemek terén, repülőgép hajtóművekkel csapták a szelet a színészek körül, szórták a sittet a ventilátorokba, hogy peregjen a főhősök arcába a törmelék, vízzel, sárral, mocsokkal körített hempergésben kellett teljesíteni a hitelesség érdekében. Másik oldalról pedig természetesen a CGI vette vállára a látványvilágot, és azt kell mondjam, hogy kiváló érzékkel és minőségben. Az ILM nagyon jó érzékkel jelenítette meg magát a vihart, látványos nagy totálokon és közeliken mutatva meg magát az időjárási jelenséget, de annak kísérő elemeit, mint a hordalék felszívását és elhaigálását, és a vele tomboló erőt is sikerült többé
kevésbé hitelesen előadni. Nyilván a CGI akkori fejlettségének megfelelően vannak azért gagyiba hajló vizuális képek, a rohadék. Ilyen a motorcsónak repkedése, vagy a fatörzsek becsúszó szerelése, vagy akár a híres szárnyas tehén jelenete, de még ezek a láthatóan mesterségesen generált képsorok is egyértelműen jó szándékkal, odaadással, a létező legjobb tudás szerint készültek. A repkedő kamiont például egy az egyben lemodellezték alumíniumból és darúról fellógatva teremtették meg a vihar által felszívott kalandot. Az mondjuk kevéssé érthető persze, hogy még a szél felránt egy kamiont, addig a kis pick-upot, amiben ülnek, nem, de nem ez a lényeg. A film eléri, hogy ne ezzel törődjünk, hanem az érdekes alapötletre felhúzott egyszerű, klisés, de szerethető sztorival és a sodró lendületű kalanddal. A forgatás infernális volt, hiszen ó, micsoda meglepetés, viharos és gyorsan változó időjárásban igen szar komplett stábokat és milliós berendezéseket koordinálni. Nem beszélve a percenként változó fényviszonyok miatt a jelenetek között létrejövő inkoherens látványról, és persze az extrém körülmények baleseteket, elhibázott felvételeket és sok csúszást okoztak. Ráadásul mindenképpen ki akarták hozni a filmet a Mission Impossible bemutatója előtt, ezért még a tervezethez képest is korábbra hozták a premier dátumát, így a koffeinvérűvé változott vágók egy nappallá téve dolgoztak, hogy végül a tervezett időpontra mozikba kerülhessen a Twister. Mi a fene? Vihar lesz? Bezárom az ablakot. Durván el van borulva. A történet elején hatalmas vihar csap le a sztereotipikus vidéki amerikai családra, és apuka teljesen értelmetlen halált hal, időn kirepül az ajtóval együtt, amit szemmel láthatóan nem volt értelme önfeláldozóan csukva tartani, hiszen a pince belsejében anya és lánya kiválóan túléltek ajtó nélkül is. Kb. 30 évvel később Bill és mennyasszonya érkeznek a viharvadászokhoz, ahol a gendersemleges Joe a főnök, de látszik, hogy valójában Bill a főmufti, akit a filmben is úgy neveztek el, mint az őt játszó színészt, hogy ne legyen félreértés. Kiderül, hogy Bill egyedi pálinka főzőt tervezett, amit gyorsan el is visznek egy kukorica földre pánikszerű lepárlásra. A fekete autós Cefre konkurencia is ringbe száll, és kis kakaskodás után Bill sódert szór a szélbe, és elindulnak egy tornádó felé, amely azután rájuk támad, így egy híd alatt vészelik át a csapást. Mintha mi sem történt volna, tovább autóznak a viharban, a kocsiban elromlik a kipörgésgátló, ezért elmennek az autószerelő nagynénihez látogatóba. Itt hegesse meg rajta! Felzabálnak egy éves készletet, kiderül, hogy ötös erősségű tornádót még csak Joe látott a csapatból, de már is autóznak tovább, mert leárazás van a Pepco-ban. Újra a tornádó útjába állnak, de Dorothy felborul, mivel csak egy bádog ember. Bill és Melissa már is szakítanak, mert egy ilyen viharos kapcsolat nem életképes. Kiderül, hogy a menzás néni házát lerombolta a vihar, így megpuszíják és tovább robognak a forgó szél felé. Dorothy megint elfordul a vihar elől, mert most gyávább, mint az oroszlán. A rossz fiúkat meg felszreppantja a pangó viharvadász munkaerőpiac. Egy kombájn bekúrja a szerelmesek szélvédőjét, de az azonnal reparálódik magától, és mivel Billel és Joe-val nem lehet kukoricázni, a feltuningolt Dorothy-t beküldik ezúttal madári esztőnek, aztán bemennek egy házikóba, hogy valamivel lekössék magukat. Minden elpusztul a viharban, de a jókedv töretlen, itt a vége. A film hatalmas sikert hozott, majd 500 millió dolláros bevételt termelt, és egy csapásra kultfilmé vált. Egy bizonyos Steven Kessler beperelte a Crichton-Spielberg duót plágiumért, mivel szerinte a Twister egyértelműen az általa írt Catch the Wind című könyv lenyúlása. Úristen, azt hiszed, hogy ez történt? A bíróság végül a hasonlóság csekély mértéke miatt Crichtonéknak adott igazat. Nos, a Twister bombaként robbant 96-ban, szinte váratlanul villantva óriásit, mint egy forgó szélként csöpörve végig Hollywoodon. Érdekesség, hogy végül a nagy riválisnak tartott Mission Impossible-t legyőzte a mozipénztáraknál, és a Twisterben még mellékszereplőként feltűnő Philip Seymour Hoffman később a Mission Impossible franchise harmadik epizódjában tűnik fel főgonoszként.
A Twister egy olyan különleges film, amely a 90-es években tudott egyedi atmoszférát és ízlésesen túlburjánzó CGI effekteket felvonultatva szórakoztató történetet prezentálni, amely ma is gond nélkül újra nézhető. A magam részéről egy jó hetest megadnék neki, és külön örömömre szolgált, hogy egészen máig nem készült hozzá folytatás vagy remake, de sajnos ez idén változni fog a júliusra tervezett bemutatóval érkező Twisters a végzetes vihar című újragondolással, amitől már erőre fázol. Na mi van? Csak ennyit tudsz?